Városi Televízió információs műsora. Minden hétfőn, szerdán, pénteken 19 órától. A város híreivel, eseményeivel. Antall Józsefre emlékeztek hétfőn este. Vége a vasutas sztrájknak. Amerikai posztszekondári képzés Magyarországon. A mecsekoldali parkerdő tisztításról. Karácsonyi gyermekpályázat. Páva István könyv bemutatója. Kiállítás a Rácz Aladár közösségi házban. Francia zongora művész járt Pécsett. Ma és holnap kézimunka kiállítást rendeznek városunkban. Jó estét kívánok! Már egy éve annak, hogy elhunyt dr. Antall József. Tisztelői idén is összegyűltek és csendes megemlékezést tartottak a Széchenyi téren a Szent Háromság szobornál. Úgy gondoltuk, hogy ezt a kegyeleti gesztust talán minden éve meg kellene tenni, hiszen volt olyan férfi, aki hát megérdemli ezt, és ennek a hazának tett annyit, hogy megérdemli azt, hogy megemlékezünk róla. Az amerikai posztszekondári képzés magyarországi meghonosításáról tartottak kerekasztal beszélgetést kedden délután. A meghívóban a posztszekondári képzés meghonosítása szerepel, ami magyarul azt jelenti, hogy a középfokú oktatás utáni oktatás. Na most Magyarországon középfokú oktatás utáni oktatás eddig van, vagy eddig volt. Mégis milyen típusú oktatás az, ami mégsem volt? Azt hiszem eredetileg, amikor ezt a fogalmat, hogy post-secondary Magyarországon kezdték használni emberek, maguk sem voltak egész pontosan tisztában azzal, hogy mit akarnak. A szándék az volt, hogy valamit találjanak, ami a középiskola elvégzése után, de egyetem elkezdése előtt létezik. Ilyen forma megkeresése nem vált sikeressé, mert hiszen ami középiskola után történik, az már mind felsőoktatás. És jó is, hogy így van, az is kell, hogy legyen. Felgyorsult világunkban megköveteli az élet azt, hogy építkezzünk egyik fokról a másikra. Itt az ideje, hogy valóra váltsuk azt a fantasztikus potenciát, ami a mi 15 milliós magyarságunkban létezik, és itt Magyarországon ezért tehát létrehozzunk olyan nyitó mozzanatokat a felsőoktatásban, amelyek nem sok ezres túljelentkezésről fognak minden évben írni az újságokban, hanem arról fognak írni, hogy mindenki, aki valamilyen potenciát érez magában, ezt a potenciát elkezdheti valóra váltani, kipróbálhatja önmagát, felsőoktatási szerkezetekbe léphet be, hogy megtudja akár önmagáról azt is, hogy képes vagyok-e én erre, és ha igen, akkor milyen pályán tudom a képességeimet gyümölcsöztetni és felvirágoztatni. Önök a Pécsi Városi Televízió műsorát látják. Kedden 16 órakor született megállapodás a vasutasok ügyében. Este 10 órától ismét vonatra szállhattak az utazni vágyók. Kedden délután 4 órakor befejeződött az a hosszú hetek óta tartó feszült légkörű tárgyalás, ami a vasutas szakszervezetek folytattak. Hol tört meg a jég, hol változott meg a hangnem? Én úgy érzem, hogy a hangnem megváltozása magával a sztrájk bejelentésével változott meg. Addig, bár a szakszervezetek mindent megpróbáltak elkövetni, hogy a munkáltatói részen megjelenjenek a kormány, mint tulajdonosi oldal képviselő is, semmiféle ilyen jellegű kezdeményezések nem történtek. Ahogy bejelentettük a sztrájkot, attól kezdve gyorsultak fel az események, a kétórás figyelmeztető sztrájk, illetve a hosszabb sztrájk megkezdése után, ha volt hajlandóság a kormány,